Hasszán fed Kubát szól, akkor jönnek. Néha ő maga is meglepődik, milyen sikeresek az akciói. Ezúttal több mint 30 aktivista jött el, 7-től 77 évesig. Az emberek saját maguk szervezkednek, az akcióban nincsenek benne intézmények, polgári kezdeményezések vagy cégek. Ellenben szívesen látunk bárkit minden korosztályból és etnikai csoportból. Szerbeket, horvátokat, bosnyákokat, bárkit. Ma az ország nevében is szereplő Boszna folyópartján dolgoznak. A táj lélegzetelállítóan szép, idilli. Az első pillantásra. De jobban szemügyre véve használt gumitornyot látni a szemközti parton. A folyóink nagyon piszkosak, szennyezik őket a gyárak, de az emberek is. Szemrebben és nélkül szemetelnek bele a folyóba. Különböző nemzetiségűek vagyunk más-más országból. Végre történik valami, az emberek magukhoz térnek. Safet évek óta küzd a szemét ellen, ami mindenhol ott van. Ennek egyik oka, hogy a hatóságokat ez nem igazán érdekli. Bosznia-Hercegovinában az egyik legnagyobb probléma, hogy főként vidéken nincs mindenhol szemétszállítás. A másik, hogy a közterület fenntartók nem büntetik az illegális hulladék lerakókat. Nincs eszközük, és nincs is elég információjuk ehhez. Safet ezért rejtett kamerákat szokott elhelyezni, melyek rögzítik a bűncselekményt, bizonyítékot szolgáltatva a hatóságoknak. 3 éve megalapította a Te légy a változás nevű Facebook csoportot. Az eredmény lenyűgöző, eddig több mint 3500 szemétszedési akciót tartottak, és több mint 20 000-en csatlakoztak. Ez újdonság Boszniában. Az emberek összeszerveződnek etnikai hovatartozástól és az országhatártól függetlenül, mert úgy látják, az állam kudarcot vallott. A bosznánál egy nagy részt már megtisztítottak, főleg a gyerekek lelkesek. Szeretem ezt csinálni, mert azt akarom, hogy a természet tiszta legyen, ne legyen sehol szemét. Amikor kimegyek a házból, azt akarom, hogy szép zöld legyen minden, szemét nélkül.